Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Most kiderül, hogy 2016 nyarán mi divatos. Vendégem Barta Edina, és nem egyedül érkezett, hanem gyönyörű szép modelleket hoztál a stúdióba ismét. Szervusz! Sziasztok! Természetesen, hogyha én itt vagyok, akkor a Vogue Modell ügynökség is itt van, és próbáltuk a legújabb divatot elhozni minden korosztály tekintetében. Már is elindulnak a modellek, és akkor a nézők láthatják, hogy mi divatos, illetve mi nem idén-nyáron. Mik az alapszabályok, amikre figyeljünk oda nyári divatos öltözködések tekintetében? Én mindig azt mondom, hogy az alapszabály, hogy nincs szabály. A saját stílusunkhoz, egyéniségünkhöz legyünk hűek. A színkavalkát, hiszen itt a nyár, a szivár színei, ahogy láthatjuk a gyönyörű modelleken, a virágminták, a pillangó minták, és tényleg a Swarovski ékszerek, a piros, a hófehér, a fagylalt és a pasztel színek nagyon divatosak, és láthatjuk, hogy tényleg a rövid és a hosszú, az ávonalú vagy a szűk, tehát mindenkinek a saját stílusához, egyéniségéhez megfelelő darabot ki lehet választani. Van esetleg olyan szín, amit kifejezetten javasolsz 2016 nyarán? Hát én erre csak azt mondom, hogy ami nektek jól áll. Tehát mindenkinek, akinek ami jól áll, az ő bőrszínéhez, szemszínéhez, hiszen láthatjuk, hogy a barna bőrű, barna tónusú lányoknak nagyon jól állnak a sötét színek, a fehér színek, ezek a domináns, erősebb színek, akik pedig világos kék szeműek, annak persze, hogy az élénk színek is nagyon jól mutatnak. Férfiaknál, mert közben ugye itt férfi divatot is látunk, a semleges színek azért mindig nagy betűvel, tehát a kék, a szürke, a sötét kék, a fehér, a fekete, ezek dominálnak, de most már a férfi társaink is sokkal változatosabban öltözhetnek, tehát náluk is előkerül az, hogy a pink szín, tehát a pink, a kivizöld, a citromsárga, tehát ezek az élénk színek. Aztán... De gondolom a fiatalok azok, akik ezt jobban bevállalják, nem feltétlenül a 40-es, 50-es de urak. Pont amúgy én most már látok 40-es, 50-es üzletembereket is, akik feldobják a hétköznapokat, hogy igenis van rajtuk egy rózsaszín, egy piros ing, és sokkal látványosabb, sokkal mutatósabb szerintem, és fontos is erre odafigyelni. Tehát nem jó az, hogyha egy férfire ránézek, és mindig csak szürke, sötétkék. A fehér az mindig jó, mert az öltöztet, de azért oda kell figyelni erre. Pár hónappal ezelőtt itt a Weekendben volt vendég egy divattervező, aki azt mondta, hogy van ez a tütű jellegű szoknya, ami azért jó, mert igazából mindenféle testalkatú hölgynek jól áll, ugye attól függ, hogy hova helyezi mondjuk a szoknyának a tetejét, hogy ápol és eltakar, igen, szépen tud csinosítani. Igen. Vannak azért olyan ruhadarabok vagy kellékek, amit mindenkinek javasolsz? Természetesen, hogy nagyon sok kellék van, amivel csalhatunk optikailag, amivel elvonhatjuk a figyelmet, vagy kiemelhetjük testrészeinket. Mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy ő alma típusú, vagy körte típusú, neki mi az, ami jobban áll, és akkor ugye éppen úgy, mint a ruhának a vonalával, hogy az egy ávonalú, vagy egy szűk, vagy egy alacsony lány ne vegyen fel, egy alacsony nő, egy alacsony hölgy ne vegyen fel hosszú ruhát feltétlenül, vagy aki alacsony, az ne vegyen fel szoknyanadrágot. Tehát természetesen ezekkel mindig tudunk csalni, és erre érdemes is odafigyelni. Hoztál tényleges, tipikus nőc és kiegészítőt, egy csodaszép táskát. Tényleg azért, hogy ugye az arany, a színek, a halvány, illetve a kiegészítők nagyon fontosak. Ugyanúgy, tehát tényleg ugye engem is öltöztetnek, ugye márkákat nem akarok mondani, de éppen úgy nagyon fontos a kiegészítő, egy nyaklánc, egy karkötő, mint egy táska, illetve idén-nyáron ugye nagy divat ez a tükröm, ez a tükrös visszaverő stílus, a netz, az állatminták, a csipkék a felsőkön, úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni, és tényleg az, hogy változatosan és stílusunknak megfelelően öltözködjünk. Nyár elengedhetetlen kelléke a napszemüveg. Ez nem tudom, hogy mennyire követi a divatot, vagy mennyire változik a divat mondjuk a napszemüvegek terén, de javaslod vagy nem? Viseljük, ne viseljük kiegészítőként, vagy funkciót használva? Igen, a napszemüveg nagyon-nagyon fontos, tehát a napszemüveg, a kalap is, mint kiegészítő védeni hajunkat, bőrünket. A napszemüvegnek most már az UV káros hatása miatt van kiemelten fontos hatása, de természetesen egy nagyon jó divatkellék is, közben ugye megint látjuk folyamatosan a lányokat, szép lassan, igen, meg, és itt van szép az a lassan minta, figyelemmel mondtál, is tudjuk kísérni őket. Ez a párduc minta majd, hogy nem a nadrágon is megjelenik, igen, illetve a virág.
meg is nézhetjük, igen, hogy virágminták, pillangók is. Ugye örökzöld sláger a farmer, és látjuk, igen, hogy gyönyörű kidolgozással, kristályokkal, kiképzésekkel viselhetik a hölgyek. Visszatérve a napszemüvegre, elengedhetetlen kelléke a nyárnak. Nagyon fontos nem csak esztétikailag, de egészségügyi szempontból is a szemünket óvni, mert nagyon árt. Igen, most a modellről jut eszembe újra a nyár nagy sláger, a kivizöld és a pöttyök. A pöttyök, és ez a flamenco stílus, amit látunk a lányokon. A keresztbe vetett felső megoldás és ez a lágyan leomló hullám, nagyon nagy divat, mindenütt ugye az arany cipzárok, a csipkék. Itt is a fodrok jelennek meg a következő. A flamenco ismételten visszaköszön, modellnél. És ez a gyönyörű halvány sárga, ez a nyárnak igazi nagy slágere. Látjuk, hogy ezek a bő budgyos nadrágok, ez is ugye egybe nadrág, kertész nadrág, ez kimondottan a magasabb hölgyeknek, de teltebbek is bátran viselhetik. Nagyon felhívnám arra a figyelmet, hogy a teltebb hölgyek is színesen öltözködjenek, ők is gyönyörűek, és nagyon rossz, amikor feketébe akarják rejteni magukat, és sokkal szebbek lehetnek élénkebb színben, ha csak Liptai Klaudiára gondolok. Férfi divatot látunk, ugye, és mennyire jól mutat egy élénk zöld, egy ilyen kidolgozott farmer, és ugye a farmerból, hát az örök zöld lehet térd alatt, vagy térd felett érő farmer cipő, és ugye látjuk, hogy a fiatal férfiaknál is ugye a piros felső, a pink, a kivizöld, a citromsárga, tehát ők is bátran viselhetik ezeket a darabokat. Legközelebb, ilyen augusztus környékén lehet, hogy visszahívlak titeket, és akkor pedig a fürdőruhákról fogunk beszélgetni. Egy jót, akkor majd tombol majd a jó nagy hőség. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen, hogy gondoltatok ránk. És most egy programajánló következik, utána pedig egy etikett tanártól fogjuk megtudni, hogy mit illik viselni hőségben, nagy melegben. És ahogy ígértem, most kiderül, hogy mit illik viselnünk a nagy-nagy hőségben. Vendégem Jakabné dr. Zubály Anna, szép napot kívánok! Üdvözlöm, és a kedves nézőket is! Az imént láthattunk gyönyörű szép modelleket, szebbnél szebb ruhákban, de akkor most nézzük az alapokat. Mit illik egyáltalán viselni ebben a nagy hőségben, mondjuk egy komolyabb irodában, vagy éppen az utcán? Hát az életünk nagy részében nagyon sokszor tesszük fel a kérdést, hogy mit vegyünk föl. Az biztos. Mindig az évszakváltáskor még gyakrabban válnak ezek a kérdések. Nyáron aztán próbáljuk a legváltozatosabb ruhát fölvenni, alsó, felső. Azt gondoljuk, hogy itt a szabadság, itt a jó idő, a jó kedv, és hogy sok mindent megengedhetünk magunknak. Próbáljuk természetesen úgy összeválogatni a nagy melegben pedig kimondottan az éppen aktuális öltözetünket, hogy az kényelmes legyen. És azt gondoljuk, hogy ez az első szempont, és ez egy nagyon fontos szempont egyébként. De nem ez a legelső szempont, hogyha valaki munkába indul, hanem az etikett. Hanem az, tehát azt gondoljuk, hogy önmagunknak öltözünk, de nem, mindig a környezetünknek, másoknak, az elvárásoknak akarunk megfelelni, az alkalomhoz illően igyekszünk öltözködni, nem túl öltözve és nem alul öltözve az adott munkakörben, az adott körülmények között, az adott esemény kapcsán. Hogyha van egy kicsit szigorúbb munkahely, mondjuk egy elitebb iroda, akkor ott ugye megvan szabva mindig, hogy az úriember hogyan öltözködjön, a hölgy hogyan öltözködjön. Ilyenkor mennyire rövidülhet az ingúj, vagy éppen a szoknya? Munkahelyen nagyon erősek a szokások, és különösen azokon a munkahelyeken, ahol emberekkel találkozunk, ahol ügyfelekkel találkozunk, ahol üzleti életeseményei zajlanak, ott nagyon erősek az illemszabályok, az öltözködési szabályok. Természetesen lehet lengébb, lehet egy picikét merészebb, de a nyári viselet is nagyon szabályozott. A legáltalánosabb, és ez akár télen-nyáron, a sötét alj és világos felső, ez nem lehet, a sötét alj az nem feketé természetesen, a világos pedig nem önmagában csak fehér,
a harsány színek mindenképpen kerülendőek. Kerülendő a rövidülésnek, a méretcsökkenésnek az a fajta változata, ahol nagyon erős a dekoltázs, ahol kilógnak az egyébként rejtett intimebb uh-huh. dolgok, nem megengedett az irodában, hogy a has vagy a hastájék. Nagyon gyakran és divatosak ma a nadrágok, a csípő nadrág, a rövid nadrág. Ez egyáltalán nem megengedett az irodában. Az utcán elviselhető, mindennapi viselet, de arra nagyon kell ügyelni, hogy borzasztó esztétikailag sem szép látványa az, amikor kibudjon a has a csípő nadrágból, a rövid nadrágból, de vagy a kis hájacskák. De valljuk meg őszintén, Anna, hogy nagyon sok ilyet lát az ember, főleg ugye az utcákon, hiszen nyáron, amikor az emberek munka után kicsit levetkőzik az irodai felszerelést, vagy a munkahelyi felszerelést, akkor próbálnak ugye könnyíteni önmagukon, ahogy ön is említette. És azért vannak ilyen nagy-nagy bakik, amiket elkövetünk. Mi az, amit mondjuk ön is lát, akár mondjuk Nyíregyháza, vagy a Megye utcáin, hogy na az már túlzás, akár a színek, akár a formák, férfiaknál, hölgyeknél? Igen, hölgyeknél sokkal erőteljesebb és sokkal szembetűnőbb, amikor olyan testrészek villannak ki, amelyek nem a külső szemlélőnek való, rövid nadrágból adódóan is, egészen rövid, majdnem bikini fazon már a rövid nadrág. A nagy dekoltázs, ahogy mondtam, nem csak az irodában, hanem a mindennapi viseletben is. És azzal is számolni kell, hogyha leülünk, és ülő helyzetben hátul a hölgynek kint van az egész háta, és hogy a továbbiakat uh-huh. nem mondjuk. Férfiak esetében ugye mindig megmosolyogjuk, és hát ez humor forrása is, hogy szandálhoz vagy lábszár középig érő zoknit vesz föl valaki. A papucs viselet azon túl, hogy nem feltétlenül egészséges, uh-huh. még veszélyes is felszálláskor, közlekedési eszközre való felszálláskor, leszálláskor, járda szegélyek esetén nagy a botlás veszély, tehát igazából az sem a legkellemesebb viselet. És a harsány színek? Hát a harsány szín, amikor tombolnak, és még nem is ez a gond a harsány szín, hanem a harsány színek sokasága. Mert hogyha összhangban van, így van. Hát például a lila zöld, vagy a lila sárga nagyon erős. Érdekes módon a piros az egy kedvelt szín, de nem biztos, hogy a nyári viselet. A pirosnak a nagyon vad árnyalata nem biztos, hogy nyári szín. Egy picit a narancssárgába uh-huh. hajló piros szín az igen, tehát ez a bordó, rikító, lángoló piros szín az túlhevíti az embert, az egyébként is 38-40-es fogban. Én a beszélgetés, bocsánat, csak jelzik a kollégák, hogy lejárt az idő, a beszélgetés az én egyik nagy kedvencemmel zárnám, amit említettem is önnek telefonon, mikor egyeztettünk, igen, hogy a 40 fokos hőségben a férfiak félmeztelenül a belvárosban, hát imádom. Mikor ledobják igen, abszolút, mert azt hiszik, hogy ugye feljogosítja őket a hőség. Igen, abszolút. Igen, én abszolút. Köszönöm szépen, Anna, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát a nagy melegben a stábunk a Nyíregyház botanikus kertben is járt, megnézzük, hogy ott mit is ajánl nekünk a nyár és a kertvezető. Tavasszal kezdett ébredezni a természet, július elejére pedig már számtalan növény és virág is előbújik, többek között itt a nyíregyházi Tuzson János botanikus kertben. A botanikus kert egyik elsődleges feladata az oktatás, óvodás szintől egészen a tudományos szintekig. A tavaszi nagy egyöntetű virágzás után, ilyenkor nyáron egy kicsit szétszórtabb a virágzás, mindenhol van valami a kertben, mindenhol van virág, mindenhol egy kis dísz, egy kis szín. Aki sétál a kertben, az felfedezheti ezeket a színeket és ezeket a növényeket. Gondoljátok, most néhány helyen, vagy a kert néhány részén elmondom, hogy mi virágzik, illetve mi látható. Ha esetleg jön valaki a botanikus kertbe, akkor
céltudatosan meg tudja nézni ezeket a növényeket. Amit mögöttünk láttok, az az indiai szent lótusznak a növénye, ez itt a japán kertben található, ez ilyenkor virágzik. Nagyon szép, ugyanis gyönyörűen lebeg a levele a víz felett, tehát kiemelkedik akár másfél méter magasra is. Nagyon szép, labdanagyságú rózsaszín virágai vannak. Toktermését egyébként használják száraz kötészetben, tehát nagyon sok helyen előfordul és látható. Az indiai részlektől elsétálva a látványkertben 55 különböző színű, formájú és alakú sáslilium él az életfája mellett. De gránátalma is terem a Tuzson János botanikus kertben. A déli gyümölcsöt lehet, hogy még a honfoglaló magyarok hozták magukkal a Kárpát-medencébe, ugyanis ez egy igen elterjedt motívum a népművészetnek. Jelenleg a rózsák időszaka van, számtalan szebbnél szebb egyed virágzik Nyíregyházán is. A rózsakertünkben 100 különböző fajta rózsa található, lehet sétálni, meg lehet szagolgatni őket, fényképezni őket, le lehet csücsülni. Körbe pedig ugye rózsafélék, tehát fás rózsafélék, díszcseresznye, valamint díszalma található, nyilván ők már nem virágoznak ilyenkor. A külső tavunk is tündérrózsákban gazdag, tehát ott is különböző színű, a sárgától a fehéren, a liláig és a rózsaszínen keresztül mindenfajta tavirózsa, tündérrózsa található. A fűszerkertben a levendula is terem, ezt legtöbbször dísznövényként, fűszerként, kozmetikai termékekben pedig a növényből kivont illóolajat használják. Magyarországra először még az 1700-as évekbe került. De nem csak a tematikus kertekben kezdődött meg a nyári időszak. Aki ilyen időben még az üvegházba is betéved, nem bánja meg, mert nagyon-nagyon szép dolgok vannak. Egyrészt ugye már a Victoria Amazonica levele közelít az egy méteres átmérőhöz, hamarosan egy hónap múlva remélhető a virágzása. Aki látta már virágozni, az biztos, hogy idén is vissza fog jönni megnézni. Valamint virágzik a banánunk, és már szépen látható rajta a termések, illetve a pipavirág, amit sajnos egy éve nem virágzott, vagy nagyon régen, úgyhogy most nagyon boldogok vagyunk, hogy végre a 20 színű tenyérnagyságú virágai láthatóak. A botanikus kert egész nyáron várja vendégeit a Sóstói parkerdő szomszédságában. Legközelebb szeptemberben a kutatók éjszakáján készülnek külön programmal az érdeklődők számára. Hamarosan indul a Mandala nyár, a Mandala Dalszínház jubiláló program sorozata. Erről beszélgetek Bódis Gáborral. Szervusz! Szervusz! Na akkor tegyük rendbe a dolgokat, a számokat, hogy miért jubilál, hanyadik alkalom, és a Dalszínház hány éves? A Mandala Dalszínház 1992-ben alakult meg, február 22-én volt ebben az évben az első bemutatónk, de már ezen a nyáron a szabadtéri színpadon, ami akkor még kertmoziként működött. Két alkalommal bemutattuk az első produkciónkat, a József és a bűvös kabátot, méghozzá Vikidál Gyula vendégszereplésével, aki a fáraó szerepét alakította. És gyakorlatilag ez volt az első Mandala nyár, hiszen ott két hatalmas teltházzal töltöttük meg azt a kertmozit, ami akkor, abban az időben már leáldozóban volt, hiszen a mozi előadásokat tényleg néhányan látogatták. És ezzel indult újra egy új korszaka a szabadtéri színpadnak, hiszen a Mandala nyárot 19 nyarat töltött el. Aztán volt egy átmeneti év az Evangélikus Iskola udvarán, az volt a 20. és most már 5. éve a Múzeumfalu várja a Mandala nyár iránt érdeklődő színházbarátokat, és így ez a 25. nyarunk lesz, a 25. jubileumi Mandala nyár. Melyikre emlékszel vissza a legszívesebben? Most nem azt mondom, hogy így a legelsőre, vagy a 19-re, de biztos volt olyan, ami nagyon kedves a számodra, amikor olyan sztárvendéget, vagy sztárprodukciót sikerült esetleg bezsebelni, idehívni, ami igazán számodra is ejha kategória volt. Hát sok szép emlék köt minket, ugye egyrészt a szabadtéri színpadhoz, hiszen
a kezdeti években azért mi nagyon komolyan részt vettünk az első felújításokban is, tehát szó szerint két uh-huh. kezi munkájával a társulat, ezek is kedves évek, hónapok voltak, de hát persze rengeteg vendégtársulat volt. A kezdeti években szívesen emlékszünk vissza a Madách Színház vendégszerepléseire, igazi színésztárok jöttek uh-huh. el hozzánk, és igazi nagy produkciók, mint például a Macskák, amit összesen 11 alkalommal rendeztünk meg 1993-ban és 94-ben, aztán például a Miniszter félrelép a József Attila Színház előadásában Kern András, Koltai Róbert főszereplésével, ami szintén két éven át vendég szerepelt. De kedves emlék a Kolozsvári Állami Magyar Opera itteni jelenléte, ami hát mégiscsak nekünk a mondalásoknak köszönhető, 10 éven át hozták el a világhírű operetteket, uh-huh. illetve Erkel Ferenc operáit például hozzánk. És milyen jó, bocsánat, hogy így szabadba vágok, hogy említetted Kern András nevét is, hiszen ő ismét veletek fog játszani, a Mandala nyáron ő is vendégszereplő lesz, valamint mondjuk pár húzó nevet, mondjuk még Hernád Judit, Bodrogi Gyula, kiket sikerült most ide hívni, hiszen nem feltétlen csak a ti előadásaitokat láthatja majd a nagy érdemű. Igen, hát a Mandala nyár az gyakorlatilag a Mandala Dalszínház egyfajta szervező munkája, és természetesen a Mandala Dalszínház társulata is fellép a Mandala nyár összeállításaiban. És ahogy említetted, július 8-án, pénteken 21 órától Kern András lesz a vendégünk, aki Parti Nagy Lajos a Kellékes című előadását játssza el. Ő az abszolút főszereplője ennek a darabnak, ugyanis egy egyszemélyes produkcióról van szó, ahogy a címből is kiderül, egy színházi kellékest alakít, aki abban a szürreális helyzetbe kerül, hogy a színpadon pakolgatva a színházi kellékeket egyszer csak azon veszi észre magát, hogy ezúttal nem üres a nézőtér, hanem ott ülnek, ráadásul teltházban. És hát ezt a lehetetlen helyzetet kell feloldania, és sikerül neki, hiszen elkezd mesélni a színházról, ami az ő élete, illetve hát az ő életéről, ami gyakorlatilag a színház, és így sok sztorit, érdekességet, megható és boldog pillanatot élhetünk át vele, azzal a Kern Andrással, aki egyébként remekül alakítja a kisembereket, és ez a színházi kellékes, ez egy ilyen figura, uh-huh. egy igazi háttérember. Ez az egyik húzó produkció majd, hogy nem, én úgy gondolom, hogy nagyon sokan van azt mondják, hogy... De van még egy pár bőven, most a nézők is láthatták amúgy a plakátot, illetve az előadásokat, másfél percünk maradt, rémesen kevés, de ti mivel készültök? Melyik lesz a mandalának a legnagyobb dobása ezen a nyáron? Hát azért hagyd mondjak el néhány uh-huh. címet, jó? Persze, persze. Tehát ugye Bodrogira Vojtágé egy zenés találkozások címmel egy közös estet ad elő, ez majd július 16-a, július 23-án egy klasszikus operett, a Marica grófnő, Kálmán Imre operettje, és július végén, 28-án és 29-én a Hello Dolly című musical lesz látható, Verebes István rendezésében és Détár Enikő főszereplésével. Hát mind a két személy érdekes, hiszen Verebes István itt igazgató volt a Móricz Zsigmond Színházban, Détár Enikőnek pedig innen indult a pályája, a színészi pályája, és most nagyon szívesen jön vissza a nyíregyházi nézőkhöz, és hogy mi lesz a Mandala Dalszínháznak a bemutatója ezen a nyáron, egy nagyon érdekes cím, Rejtősködők, avagy a négy piros dugóhúzó, Rejtő Jenő műveiből, ugyanis Mikó István, aki most már barátunknak mondhatok, azt hiszem bátran, írt és szerkesztett színpadra egy bohózatot, és ő is rendezte, mindez zenés, és Mikó István is játszik benne, ez egy nagyon sok kitegérő produkció, augusztus 11-én lesz majd látható a Mandala premierje, és hát a előadások sora egészen szeptember elejéig tart, de hát elképzelhet, hogy fogunk még addig találkozni, és akkor biztos tájékoztatjuk a benne, nézőket. Sőt, abban is biztos vagyok, hogy jövő héten ugye pénteken kezdődik a Mandala nyár, és lehet, hogy még az utolsó próbákba beles a Kölcsei Televízió híradós stábja is, esetleg még mi is. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek pedig, kedves nézők, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk, addig is szép hétvégét, jövő hétre pedig kitartást. A viszontlátásra!